2006 őszén fölfordult az ország. Magyarország miniszterelnöke a kiszivárogtatott összödi fölvételen bevallotta, hogy Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Meg hogy? Mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. És ezután nem hogy bocsánatot kért volna, hanem az ellene tüntetőket a rendőrséggel verette szét, amelynek a vezetőit pedig nem hogy felelősségre vonta volna a koalíciós kormány, hanem alig egy hónappal az események után az SZDSZ-es főpolgármester még kitüntetést is adott a budapesti rendőrfőkapitánynak. Az események és főleg a felelősség hárítása nem csak a magukat jobboldaliaknak tartók számára volt morális sok, hanem azoknak a baloldali és liberális polgártársainknak is, akik a társadalmi igazságosság és az alapvető emberi jogok tisztelete miatt voltak baloldaliak vagy liberálisok, amiket a szocialista-liberális koalíció vidáman szeretett darabokra, ráadásul úgy, hogy nem is értette, hogy mi ezzel a probléma. És ami a legijesztőbb, hogy nem érti még ma sem. Hogy akkor ezt is meg tudjuk beszélni, hogy 2002 és 2010 közötti időszakban melyik volt a problémás? Az autópályaépítés, az iskola megújítás, a gyarapodó Magyarország. Igen, igen, pontosan a rendőrerőszak és a gazdasági világválság között vígan gyarapodó Magyarország. Mert a válság jelei már 2007-ben elkezdtek megmutatkozni, kiegészülve Gyurcsányék felelőtlen kampányköltéseinek, majd át gondolatlan reformdühének negatív hatásaival. És mindenre csak újabb és újabb megszorító csomagokkal és technokrata, elitista, a valóságtól elszakadt módon tudott csak választ találni a kormány. És ismét csak a magukat baloldalinak és liberálisnak mondó politikusok nem értették, hogy mi az emberek baja, és a legcsekélyebb empátiát sem voltak képesek mutatni polgártársaik iránt. Nagyon sok embert ismerek, akik összehasonlíthatatlanul jobban élnek, mint 10-15 évvel ezelőtt, és olyan mély letargiában vannak ettől a rettenetes országtól, meg helyzettől, hogy legszívesebben az ember tényleg ciántablettát osztogatna nekik, hogy jussanak már túl a problémájukon, ami természetesen nem megoldás. Ne-ne! Hát pedig én a hálátlan dögöknek, akik még a gumi bot hatására is akarják megérteni, hogy jobban élnek! Én a torkukon nyomtam volna le a tablettát. Persze a kritika kezelésére vannak elegánsabb megoldások is. Amikor elvitatják azt az eredményt, amit 10 millió ember közösen ér fel ebben az országban, akkor nem a kormány sikereit vitatják, önök ezt nem látják, hanem megsértik az embereket, akik dolgoznak nap mint nap. Tessék, ha a kormány kritizálod, magad kritizálod, ez jobb önmérgezés, mint a cián. És a Fidesz akkoriban se volt sokkal jobb, a 2002-es és 2006-os vereségükből okulva egyre inkább mozdultak el a szekértáborharc észnélküliszítása és a tekintély elvű nacionalista populizmus felé. A Jobbik politikai alternatíva pedig egyáltalán nem volt Jobbik. Sokak számára buktak meg és váltak véglegesen vállalhatatlanná a rendszerváltáskori pártok ekkor. Jobb és baloldalon is sokaknak lett egyértelmű, hogyha politikai képviseletet szeretnének, akkor maguknak kell azt megteremteni, ha azt szeretnék, hogy a kiúttalanná és torzá vált Kuruc Labanc népi urbánus jobbalnak csúfolt felosztást végre meg lehessen haladni, akkor azért nekik kell tenniük, hogy végre más legyen a politika. A rendszerváltás óta eltelt 20 évben felbukkant és a parlamentbe bejutott pártok és politikai erők nem alkalmasak arra, hogy Magyarországot kihúzzák abból a gazdasági és társadalmi krízisből, amelybe belekerültünk ezeknek a pártoknak a tevékenységének az eredményeképpen. A lehet más a politika egy olyan programot kínál az ország számára, amely meggyőződésünk szerint alkalmas arra, hogy a társadalmi igazságosság, a fenntarthatóság és a részvétel elveinek a megvalósításával kínáljon egy élhető több jövőt az ország számára. A lehet más a politika ezzel a reménnyel és ígérettel alakult meg szinte pontosan 8 évvel ezelőtt, 2009. február 26-án. Ebben az adásban arra keressük a választ, hogy hogyan alakult az elmúlt 8 év, hogy sikerült-e beváltani az ígéretüket, azaz lett-e más a politika a színrelépésükkel. Nem. Vagy igen. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Slejn, a Torkoragad Politika. Szemmel nem néz senki, mindig csak felülről. A
bankszámládon kuparogsz, és ott is egyedül. Az senkinek sem kérdés, hogy 10 millió ember együtt, hogy van egyedül. Az LMP a társadalmi igazságosságot, fenntartatóságot és részvételt hirdető üzenetével úgy robbant be 2009-ben a magyar közéletbe, mint zöld villám a takony szürke égre. A technokrata elvektől évtizedek óta mérgezett mainstream, azaz elnézést, mainstream médiában még a legalapvetőbb üzenetüket sem igazán sikerült átverniük, nevezetesen, hogy a részvétel elve fontos egy demokráciában. Szeretnénk visszafoglalni a politikát, illetve szeretnénk, hogyha az emberek a saját kezükbe vennék a politikát, a közügyeik irányítását. Hogyha ezt nem teszik meg, akkor az történik, ami ma, hogy egy szűk elit kezébe kerül a közügyeik irányítása. Ezt nagyon szeretnénk, hogyha ezt a hitet visszaadni az embereknek. Hogy ez egy normális nagyon... dolog, hogy az ember nem ezzel foglalkozik, hanem másra, és 4 évenként választ egy társaságot, amelyik intézi az ügyeket, hogyha békeidő van? Nem, szerintem ez normális dolog, hogyha például az önt érintő kérdésekben az ön feje fölött döntenek, úgyhogy meg se kérdezik ön? Szerintem nem. Hát, nem tudom. Betlen János nem tudja. Mi pedig azt nem tudjuk, hogy a klasszikus viccben miért épp a jóra való tornatanárokat ekézik, miközben látható, hogy a demokráciával is valahogy úgy áll, hogy aki nem tudja csinálni, az elmegy a Fideszbe, és aki még fideszesnek is alkalmatlan, na, abból lesz műsorvezető az M1-en. Üdvözlöm Önöket! És persze a fenntartatósággal kapcsolatban is voltak problémák. Hogy ilyen zöld termelést, zöld folyamatokat kell elindulni, azoknak, igen, igen, persze azoknak. Hú! És egy olyan országban, ahol a legnagyobb baloldalinak mondott párt folytatott jobboldali, neoliberális politikát, nos, ott a társadalmi igazságosság követelése sem ért túl sokat a közéletben. Legfeljebb ugye pár cientablettát. Szóval a fölszínen mindezek, az üzenetek és maga az LMP is nagyon újszerűnek hatott, de mindazoknak a gondolatoknak, amit képviseltek, komoly gyökerei és műhelyei voltak a magyar társadalomban, amik egészen a Kádár rendszerig visszanyúltak, és képviselői is egyre gyűltek a 2000-es évek során. Az LMP megalakulásáig leginkább Schiffer András kockás füzeteiben, amelyeknek még sok szerepük lesz ebben az adásban. Az LMP egyrészt ezekre a magyar hagyományokra, másrészt nemzetközi folyamatokra épített. Hogyan nézett ki a 2000-es években az euróatlanti világ? Egyrészt kifulladóban voltak a 80-as évek óta virágzásban lévő neoliberális gazdaságpolitikák, másrészt egyre erősödtek a globalizáció kritikus újbaloldali mozgalmak. Az 1999-ben a Világkereskedelmi Szervezet Seattle konferenciája ellenszervezett több tízezres, egész város fölforgató, a rendőrök és a Nemzeti Gárda által brutálisan szétvert tüntetés óta a globális kapitalizmus kritizálók állandó szereplői lettek a világpolitikának. Innentől kezdtek rendszeressé válni a demonstrációk, a globális gazdaságpolitikát megtestesítő szervezetek, az IMF, a Világbank, a WTO és a G8-ak ellen. Egyre másra alakultak a különböző globális, baloldali, bázisdemokrata, akcionista szervezetek, mint például a társadalom igazságosságért, a munkavállalói jogokért és a nemzetközi pénzmozgások meg adóztatásáért küzdő ATAK, vagy az Another World is Possible. A név nem véletlenül ismerős. A zöld, újbalos ideológia és szervezeteik egyelőre észrevétlenül elkezdtek begyűrűzni Magyarországra a 2000-es évek első felében. Ezeknek a hálózatoknak semmi közük a civil szervezetekhez, ezek nemzetközi szervezetek magyarországi lerakatai. Ezért nem érdemes hagynunk, hogy a mi döntéseinket külföldről pénzelt szervezetek befolyásolják. Jó. Azért ezzel egy kicsit vár még. Szóval az Another World is Possible magyar fiók szervezetében a Lehet más a világban számos egykori LMP alapító benne volt. A név is innen jött. Megalakult ugyanígy az ATAK is Magyarországon, de ez már jobban jelezte, hogy nálunk azért igencsak más jelentett a baloldal, mint a szovjet uralmat meg nem élt országokban. Sherin Gábor, későbbi LMP képviselő, jelen volt a magyar ATAK alakulásánál, és úgy emlékszik rá vissza, hogy 70 pluszos férfiak dörzsölték a tenyerüket, hogy végre most már eljött az idő, hogy az ifjúságot a munkásmozgalom ügye mellé állítsák. És ebben a képben már kis túlzással benne van az LMP szétszakadásának egyik legfőbb oka. Ugyanis a 2009-ben megalakult párt legfőbb ideológiai lába a nemzetközi globalizáció kritikus újbaloldali gondolat volt, amely egyaránt ellene volt a társadalom és természet
globális kapitalizmus által okozott kizsákmányolásának, tehát zöld volt és baloldali. Viszont Magyarországon a baloldali és a zöld gondolat teljesen másként, nem egymás szövetségeseként és természetes kiegészítőjeként, hanem sokkal inkább egymás ellenpólusaként és ellenségeként volt a 80-as évektől kezdve jelen. A baloldaliság nálunk nagyon sokáig egy torz értelembe vett modernséget, progressziót jelentett, a folyamatos törekvést a hatékonyabb működésre, amelynek nem állhatják útját olyan jelentéktelen dolgok, mint a természet. A zöldek ennek megfelelően hagyományosan inkább jobboldaliak és konzervatívak voltak, akik a környezet fennálló állapotát próbálták óvni. Az első komolyabb zöld megmozdulás is hasonló konfliktus mentén jött létre. Utcai tüntetés a vízlépcső megépítése ellen 1988-ban. Hogy a Yamaha hogy ide, azt nem tudom biztosan, valahogy úgy sejtem, hogy az 1981-ben beszerzett új Yamaha rendőrmotorokra utal, amire az addig használt MZ-ket cserélték, de mindegy is, ami az érdekesebb, hogy mit akar a vízlépcső. A csehszlovák és a magyar kormány még a 60-as években megegyezett, hogy a csehek építenek egy vízi erőművet Bősnél a Dunára, aminek a működése a folyó vízszint változását okozná, ezért a magyaroknak is kell építeniük egy gátat Nagymarosnál, a Dunakanyarban, ami kiegyenlíti a változásokat. A vízlépcső minden szakértő szerint nem csak a látképet, hanem a Duna élővilágát és vízgazdálkodását is tönkretette volna. Ettől függetlenül a magyar kormány 1983-ban döntött a megépítéséről. Erre válaszul alakult meg 1984-ben a Kádár rendszer gyakorlatilag első nyíltan ellenzéki szerveződése, a Dunakör, aminek sikerült akkora nyomást gyakorolni a kormányra, hogy elhalasztották az építkezést. 1988-ban viszont újra elővették. A Dunakör ekkor még nagyobb tömegeket vitt az utcára, és ez nem csak a gát építését akadályozta meg ismét, hanem egyben a rendszerváltás első felvonása is volt. A Dunakör inkább konzervatív, jobboldali szellemiségű szerveződés volt, vezető alakjai között olyan emberek szerepeltek, mint Lányi András, akiről még lesz szó később, vagy Varga János, aki az első Orbán kormányban később pár évig környezetvédelmi főtanácsadó posztot töltött be. A Dunakör ettől függetlenül az egész ellenzéki oldalt meg tudta mozgatni az állampárttal szemben. Viszont a rendszerváltás után, amikor egy pillanat alatt felerősödtek a hagyományos, liberális, konzervatív ellentétek, és az egykori rendszerellenzék szétszaladt az SZDSZ-be és az MDF-be, a Dunakör is eltűnt. Ettől függetlenül a zöld gondolat megmaradt. Sorra alakultak a kisebb civil szervezetek, amelyek elsősorban a helyi környezetük védésére szerveződtek, és számos közülük tudott befolyást gyakorolni a különböző kormányokra is. Voltak próbálkozások zöld pártokkal is, de egyik sem tudott meggyökeresedni. Az egyik közül például a Kreatív nevű zöld párt volt, ami egyenesen szélsőjobbosként definiálta magát. Lányi András a civil szférában kezdett tevékenykedni, a zöld szervezetek összefogása lett a víziója, és ő kezdett el először tudatosan foglalkozni a zöld politika határainak túllépésével, és azon gondolkodni, hogy hogyan fejtetne ki a zöld mozgalom direkte politikai hatást. Az LMP számos későbbi alapítója az ő egyetemi tanítványa volt. Ez a lassú építkezés sokak számára kezdett egy új identitást kiépíteni, és senkinek nem szúrta egyelőre a szemét. Leszámítva Horn Gyulát, mert nyilván ő mindenek fölött áll. Igen, annyira mindenek fölött, hogy 1997-ben miniszterelnökként úgy gondolta, hogy eleget bizonyított már demokrataként és újra bele akart kezdeni az egész társadalom által már kétszer egyöntetően elutasított nagymarosi vízlépcső építésébe. A Dunakör ennek a hatására, elsősorban Lányi András szervezésében ismét összeállt, és Dunakarta néven több zöld civil szervezetet összefogva ismét országos tiltakozás szervezett. Így a vízlépcső támogatása a kormányban koalíciós partner SZDSZ-nek is kínossá vált. Így nem lett belőle semmi. A Dunakarta sikerén fölbozdulva és az első Fidesz kormányból kiábrándulva jött aztán létre két évvel később, szintén Lányi András szervezésében, a Védegylet, amely magát zöld politikai társadalmi szervezetként definiálta. Az első zöld civil szervezet volt Magyarországon, amelynek kimondott célja volt, hogy akcionista eszközökkel, a média és a közvélemény felhasználásával nem együre szerveződve, hanem folyamatosan nyomás alatt tartsa a döntéshozókat ökopolitikai kérdésekben.
az ökopolitikai jelző, ahogy majd az LMP-nél is, úgy már itt is azt jelenti, hogy nem csak a szigorúan vett környezetvédelemmel, hagyományos értelemben vett zöld ügyekkel foglalkoztak, hanem a társadalmi és a természeti fenntarthatóságot elválaszthatatlanak látták egymástól, és egységes vízióval rendelkeztek az ember és környezete harmóniájáról. Így ugyanúgy megnyilvánult a gazdasági és szociális kérdésekben is, és fő üzenetük volt, hogy a jelenlegi társadalmi rend mind a földet, mind a lakosságát kizsákmányolja és tönkreteszi. Ezt szimbolizálták az Erzsébet téren bekötött szájjal megjelenő civilek, akik egy nemzetközi akció keretében kívánták megjeleníteni az öt földrész szegényeinek helyzetét. A világ lakosságának a fele napi $2 kevesebb jövedelemből él. És amint a bejátszóból is látszik, a védegyletben már számos későbbi LMP-s is ott volt. Az előbb látott Jávor Benedek biológus, környezetpolitikus, Schiffer András, a Társaság a Szabadságjogokért egykori ügyvezetője, Schering Gábor közgazdász, Rauschenberger Péter filozófus, korábbi Fidesz és SZDSZ tag, vagy Vaj Márton, zöld aktivista. A védegylet első nagy ügye a tiszai ciánszennyezés kapcsán a cián technológiás bányászat betiltásának követelése volt. Az első igazán akciónista fölépésüket pedig a Roosevelt téren a Gresham palotta felújítása miatt kívánni tervezett fákért szervezték meg. A védegylet tagjai a kívánni tervezett fákhoz láncolták magukat, Lányi András pedig el is vitték a rendőrök. Ezen kívül a védegylet volt az egyik meghatározó tagja, és Vaj Márton az egyik főszervezője, a Pécs melletti zengőre a mecsek legmagasabb csúcsára tervezett NATO radarállomás elleni tiltakozásnak, amely mögé egy széles koalíció állt össze a zöld szervezetektől, a békepártiakon át, az Amerika ellenes mozgalmakig. Itt a tüntetők szintén fához láncolva verték vissza a fák kivágására érkező munkagépeket és biztonságiakat. Az ellenállásban a régóta elkötelezett környezetvédő, a későbbi köztársasági elnök Sólyom László is részt vett, és a megmozdulás végül sikeres lett, a radart máshová építették. És ha már Sólyom László, köztársasági elnöknek való jelölése szintén a védegylettől származott, és a Sólyom for a President kampányban jelent meg először a szlogen. Az utolsó 2000 év legjobb magyar ajánlata, hogy lehet más a politika. Ráadásul szivárvány színekben. Ez a buzinok itt tulajdonképpen. Persze, Imre bátya, feltétlenül. A védegylet viszont a sikerek ellenére, vagy éppen azért, fölbomlott. Pontosabban kilépett Lányi András és Élőlánc néven zöld pártot alapított, ami aztán a 2006-os választásokon mindössze 4 egyéni körzeten tudott jelöltet állítani, és csúfosan leszerepelt. Üdvözlet a győzőnek, ezzel az Ady Endre idézettel fogalmazott meg 12 pontos javaslatot a kormánynak az Élőlánc Magyarországért. Ne egy csődkezelési programon fáradozzanak, hanem egy politikai, stratégiai programon, mert hogyha arra szorítkoznak, hogy a nemzetgazdaságot élénkítő program helyett az államháztartási hiány lefaragása legyen az egyetlen gondjuk, akkor ez a hiány újra és újra elő fog jönni. A második Gyurcsány kormány sajnos nem fogadta meg Lányi tanácsát, és csődbe vitte az országot. Lányi pedig a saját pártját. Lányi kilépésének a védeletből nem csak az volt az oka, hogy pártot szeretett volna alakítani. A szervezetet egyre inkább osztotta meg egy belső tagoltság, aminek a magyar zöld mozgalmak föntebb említett kétgyökerűsége volt az oka. Egyrészt ott volt a Lányi-féle generáció, amely inkább konzervatív, hagyományosan baloldal ellenes, és alapvetően helyi közösségekből kiinduló ideológiával rendelkezett. Ebből a megközelítésből erős globalizáció ellenesség fakadt. Másrészt a védegyletben, erőszervezet lévén, egyre többen kezdtek lenni azok a fiatalabb aktivisták, akik később az LMP alapítói lettek, akiknek a legfontosabb a nemzetközi kapitalizmus kritikus mozgalmakhoz hasonló új baloldali identitásuk volt, amely nem globalizáció ellenes volt, hanem globalizáció kritikus. Ennek az irányzatnak pedig leválaszthatatlan része az emberi jogokért való harc, és nem csak általánosságban véve, hanem nagyon konkrétan is. A feminizmus, a melegek jogaiért való küzdelem, illetve az antirasszizmus. Na most mindezt a konzervatív veteránok, a gyakran vidéki, a helyi környezetet és hagyományokat óvó zöld mozgalmárok idegenkedéssel nézték, és azzal sem nagyon tudtak mit kezdeni, hogy külföldi konferenciákra járva újdonsült nemzetközi szövetségeseik nem egy esetben Marx és Lenin zászlókat lobogtatnak. Lányi távozásával valamennyire letisztult a védegylet profilja, a szervezet irányítását a későbbi LMP-sek vették át, és egyre intenzívebben terjesztették az új balos zöld agendájukat különböző egyetemi beszélgetéseken és vitákon, valamint vidéki fesztiválokon és budapesti alternatív körökben, a Gödörben, a Szimplában, mindenfelé.
Hamarosan azonban úgy érezték, hogy a civil szervezet keretei szűkösek, és az országot fölforgató 2006-os események után, mind morálisan, mind gyakorlati értelemben nem lehetett tovább halogatni egy működő, zöld, új baloldali párt megalakítását, amit 2007. szeptemberében a festői, de annál vészjósabb nevű Búbánat völgyben el is kezdtek tervezni, nagyjából 15-en. Mindenkivel volt, én úgy érzem, egy ilyen év itt az ideje, hogy megmondjuk, hogy van ez az egész, hogy nem kell többet, ne sumálkodjunk többet. Bocs, ezt nem lehetett kihagyni, na! Ezt hogy tetszik képzelni? Oké, nyugi, Jézusom, Szorika, nem azt akarom ezzel mondani, hogy az LMP az Fidesz 2.0 volt rendben. Csak annyit, hogy sok hasonlóság van a történetekben, már maga az egyik alapelvük, a kuruc-labanc megosztottság meghaladása is rokonítja őket, ugyanakkor már pont a megalakulásnál azonnal látszottak a fontos különbségek. Egyrészt a Fidesz sokkal kevésbé felkészült, sokkal kevesebb politikai tapasztalattal rendelkező emberekből alakult, mint az LMP, amit a civil szférában már évek óta élesben politizáló emberek alakítottak. Másrészt, ebből következően, míg a Fidesz gyakorlatilag komolyabb terv nélkül hirtelen fölindulásból jött létre, addig az LMP alapítóinak a pártalapításon való gondolkodás első lépése egy részletes pártépítési terv kidolgozása volt. A terv 3 évre előre szólt, és föltérképezték benne a megszólítható csoportokat, kielemezték az eddigi zöld pártok kudarcait, fölrajzolták a párt szervezet építésének és a párt finanszírozás megoldásának szükséges menetét is, sőt, még kilépési pontokat is meghatároztak, ahol visszafordulhatnak, ha valamelyik föltétel nem teljesül. De végül nagyjából teljesült minden, és ehhez a tervhez nagyjából tartották is magukat a következő 3 évben, a 2010-es parlamentbe kerülésükig. Fontos különbség a korai Fidesz és a korai LMP között, hogy míg a Fidesz nem igazán rendelkezett átgondolt és egységes ideológiával, addig az LMP-ben pont az volt már a kezdeteknél is a baj, hogy túl sokféle ideológiával rendelkeztek, és ezek között nem volt egyszerű középutat találni. Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! What? Yes! A búbánatvölgyi elvonulás fő vita témája ez volt. Alapvetően két lehetséges út állt az LMP előtt. Vagy egy tisztán keményvonalas új baloldali zöld párt létrehozása, vagy egy olyan párt fölépítése, amely az ökopolitika ernyője alatt szélesebb körben tudja megszólítani a politikából kiábrándultakat. Az LMP-ben az alapítók nagy része, legszélsőségesebben egyébként maga Schiffer András, újbalos volt, és az is tisztán látszott, hogy a baloldalt addig, és sajnos azóta is, bitorló MSZP összeomló félben van, így abban is megegyezés volt, hogy a hosszú távú cél a baloldal elfoglalása és megreformálása, emiatt logikus lett volna egy újbalos zöld párt létrehozása, mégsem emellett döntöttek, és ennek több oka is volt. Egyrészt Magyarországon, amint arról már volt szó, a zöld hagyományok a jobb oldalhoz kötöttek, így egy deklaráltan balos párttal a zöld tábor egy jó részét is félő volt, hogy nem tudják megszólítani. Sőt, az első elvonuláson jelenlévők között is voltak olyanok, akiknek fölkavarta a gyomrukat már a baloldal említése is. Például a későbbi LMP-s országgyűlési képviselő Sallai Robert Benedek, vagy az egykori MDF-es képviselő, majd Orbán egykori tanácsadójaként dolgozó, konzervatív gondolkodó Elek István. Másrészt a magyar politikai közéletben a baloldal fogalma a Kádár rendszerhez és a technokrata MSZP-hez kötődött, ráadásul az új balos globalizáció kritikához hasonló gondolatokat kizárólag a szélsőjobb fogalmazott addig meg. Így szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt egy magát baloldalinak nevező pártról elmagyarázni, hogy szinte minden, amit gondol a világról, szöges ellentétben van azzal, amit a kormányzó párt csinál, és hogy attól, hogy a hasonló gondolatokhoz nem szokott magyar közvéleményt leginkább Csurka István és Tordján József tirádaira emlékezteti a programjuk, attól ők még igenis baloldaliak. Ez még ma sem könnyű feladat, 10 éve pedig azt, hogy az MSZP baloldali, még senkinek sem jutott eszébe, még csak meg kérdőjelezni sem. Létezik baloldal, és azt úgy hívják, hogy MSZP. Ezért született meg végül a nagyrészt Elek István által kidolgozott értékszintézis politikája, aminek az volt a lényege, hogy politikájukban a lehető legszélsőségesebb újbaloldali megoldásokat fogják tolni, viszont értékeikben és identitásukban a 3 fő politikai irányvonal, a baloldaliság, a liberalizmus és a konzervativizmus pozitív értékeit ötvözik. Szóval Tióhéjban ez volt az induló LMP ideológiája. Világos, nem? Végtelenül sajnálom az ügyet, Virág elvtárs, de hát én jó előre megmondtam, hogy én ideológiailag nem vagyok elég képzett. Sose szabadkozik emiatt Pelikán elvtárs, minden tanulható, csak nézzék el a slejmet. De akkor még fájdalom, nem volt slejm, és a választóknak esélyük sem volt megérteni az értékszintézist, csak hogy ez akkor még nem derült ki.
akik meg értették, azok meg nagy többségében azt gondolták, hogy nyilvánvalóan az értékszintézisnek az a lába a legfontosabb, amiben ők hisznek. Bár nemes próbálkozás és gigászi munka volt a keretek megalkotása, de azért az csöppet elnagyolt gondolatnak tűnik visszanézve, hogy létrehozható egy olyan egységes és következetes párt, aminek egyenrangú tagja és alakítója lehet a ma Berlinben zöld aktivistaként tevékenykedő Vaj Márton, ma már Vaj Blanka, és az országgyűlési képviselőként trágyát is furikázó Sallai Robert Benedek, és rossz az, aki rosszra gondol, mert én SRB képviselő úrnak ezt az akcióját imádtam. Sallai Robert Benedek, az LMP képviselője, 3 köbméter trágyát öntött a Somogy megyei kormányhivatal elé Kaposváron. Szerinte pont a kis gazdák nem fognak tudni földet vásárolni. Nem csak a tanyavilág tűnt már el végleg, hanem az a hagyományos vidéki életforma, ami arra alapítja a vidék megélhetését, hogy helyben gazdálkodjanak. Tisztázva az LMP ideológiáját, kereteit és ütemtervét, 2007 őszén elkezdték szervezni a pártot. Kinyílt Schiffer András kockás füzete, és ömlöttek belőle a tagok. Több LMP szerint az első 300 tag onnan ugrott elő. Az értékszintézés úgy tűnt, hogy működik, és a tervezett 3 évben meghozta azt, amit vártak tőle. A párt időlegesen megoldást tudott hozni a magyar zöld szféra megosztottságára, és konzervatív természetvédők és újbalos zöldek is helyet tudtak benne találni. Így menetrend szerint 2009. februárjában egy erős, a teljes magyar zöld szférát átfogó pártként tudta bejelenteni megalakulását a Lehet Más a Politika. Schiffer András a Lehet Más a Politika című párt választmányának tagja. Jó reggelt kívánok! Ez egy új képződmény. Azt lehet mondani, hogy Védegylet plusz Társaság a Szabadságjogokért egyenlő LMP. Hát ezt alig, ha lehetne mondani, mert én valóban megjártam ezt a két szervezetet, sőt, hát a Védegyletnek én most is tagja vagyok, de hát itt vagyunk 400-on, meg magának a választmánynak is van 13 tagja, és hát mindenkinek megvan a külön története. Az való igaz, hogy ezt a pártot olyanok alapítottuk, akik az elmúlt 5-10-15, sőt, van, aki 20-25 évben különböző társadalmi mozgalmakban benne volt, aktív volt, szervezett helyi közéletet. Szóval megalakulások után fölkészült kampánycsapattal tudtak nekifutni a 2009. júniusában megtartott Európa parlamenti választásoknak, ahol a Hősök teré békejéről elhíresült humanista párttal állítottak közös listát. Az LMP a nevében hordozott ígéretének azzal is hitelt adott, hogy a magyar politikában addig példanélküli módon a kampányt teljesen átláthatóan közösségi forrásokból finanszírozta. Adománygyűjtő kampányt kezdett a Lehet Más a Politika mozgalom, hogy készülhessen az európai parlamenti választásokra. A mozgalom nem gazdasági érdekcsoportoktól vált támogatást, hanem azoktól, akiknek az érdekeit képviselni szeretné. Ezt azért is fontosnak tartják, mert a párt és a kampány finanszírozás jelenlegi formáira sok esetben rávetül a korrupció. A kampányt átgondolt és újszerű globalizáció kritikus üzenetekkel támasztották alá. Az Unióban az áruk, a szolgáltatások, a tőke szabad mozgásával hihetetlen kiszolgáltatott állapotba kerültek a munkavállalók. Ugye azt látjuk, hogy a működő tőke oda megy, ahol olcsóbb a munkaerő, fordított bérverseny alakult ki. Ezért a Lehet Más a Politika és a Humanista Párt összefogása azt javasolja, hogy hosszú távon például egy európai minimálbért vezessünk be. Határozzuk meg azokat a minimális szociális juttatásokat európai szinten, ami egy méltóságteljes élethez szükséges, illetve például egy közös minimum adót vezessünk a társaságoknak. Emellett pedig kreatív, nagyot szóló eszközökkel igyekeztek földobni. Például a budai oldalról lézerrel fölfestették a párt nevét a parlamentre, ami végül csak hosszas rendőrökkel és szálloda igazgatókkal történő kergetőzés után sikerült, de így még nagyobbat is szólt. Egyáltalán nem örülök annak, hogy egy ilyen alapvető állampolgári joggyakorlásához ilyen akciófilmbe élő jelenetekre van szükség. Szerinted a párt ismerettségére milyen hatással lesz ez az akció? Hát, hülye nem vagyok, természetesen jó hatással lesz. Jó hatással is volt! A Feledik születésnapját sem betöltő párt 2,6%-ot ért el az EP választásokon, és ezzel majdnem 0,5%-ot rávert a nagy rendszerváltó pártra, az SZDSZ-re. A párt ezzel berobbant a köztudatba, és így fordulhattak rá a 2010-es országgyűlési választásokra. A siker hatására azonban belülről már ekkor elkezdett recsegni a párt, meg az ő értékszintézise. Mivel a vidéki szervezőmunka nagy részét Schiffer András kockás füzete végezte, emiatt már nagyon korán kialakult egy törésvonal az általa beszervezett, hozzá lojális vidéki tagok és a budapesti alapító tagok között.
Ebben a felosztásban persze nem az számított, hogy ki hol lakik, hanem hogy inkább a klasszikus, konzervatív, vagy a liberálisabb, újbalos zöldekhez tartozik. Tehát a meghaladni kívánt Kuruc Labanc szembenállás már ekkor jelen volt a pártban, csak ekkor még Sunyi meglapult. Keressétek nyavajások, mert mehetünk vissza a Valentbe ugrálni! Mindeközben a bázisdemokrata alapon szerveződő pártban Siffer András füzete varázserejével informális hatalmi hálókat kezdett kiépíteni, ami miatt először Weimarton a párt munkaszervezetének irányítója kezdett el vele konfrontálódni, amit meg persze Siffer értelmezett úgy, hogy ki akarják szorítani a pártból. Mindenek az lett az eredménye, hogy Vajt, aki Siffer mellett a legtöbb szervező munkát rakta a pártba, a sikeres EU kampány kommunikációs igazgatóját, egyik napról a másikra a választmány megfosztotta minden tisztségétől, aminek hatására Vaj távozott is a pártból. Kifelé viszont mindebből semmi nem látszott. Nagy lendülettel futottak neki a következő, az országgyűlési kampánynak, amelyhez a Mediák Kutatóintézet közvélemény kutatóját Karácsony Gergelyt igazolták le kampányfőnöknek, aki részletes tervet készített a kopogtató cédulagyűjtés, a jelölt és listaállítás kritikus pontjairól, és arra az egy üzenetre fűzte fel a kampányt, ami átvihető volt. Lehet más a politika. És az, hogy ezzel az akkor még a lehető legapolitikusabb RTL klubba is be tudtak kerülni, már a parlamentbe vezető út része volt. Ez például ilyen és hasonló flashmobokkal érték el. Ezen a fölvételen például egy szétrobbanó hőmérőt formáztak, a klímaváltozás veszélyére hívva föl ezzel a figyelmet. Máskor pedig az örökös politikai torzsalkodás szimbóleumainak, az MDF-nek és az SZDSZ-nek az összefogását kifigurázó performanszot hoztak össze. A második listás hely kerül most árverezésre. Kérem, ha már is indul a licit, látom, nagyon sok pénzért. Retkes úr megkapja nagyon sok pénzért? Annál is több pénz. Igen. Ki ad érte többet? Van esetleg, aki többet? Még több pénz. Retkes úrnál még több pénz. Bokros úr rengeteg pénzt ajánl érte. Akkor rengeteg pénz először, másodszor, harmadszor. A listás hely elkelt. Bokros Lajos úr. Folyamatosan mentek az akciózások, aminek a fő üzenete az volt, hogy mi vagyunk a fiatalok, mi vagyunk a kreatívak, mi vagyunk a jövő. Erre pedig a nagypártok minden erejükkel rá is erősítettek. Egyszerre kezd aláírásgyűjtésbe a Fidesz és az MSZP a nyugdíjakról. Azt mondják azért, hogy kiderüljön az emberek kinek a terveit támogatják. A kérdőíveken mindkét pártnál majdnem ugyanazok a kérdések szerepelnek. A különbség annyi, hogy a Fidesz szerint az MSZP akarja 70 évre emelni a nyugdíjkorhatárt, a szocialisták viszont azt állítják, hogy ezek éppen a Fidesz tervei. Mindeközben az LMP szakpolitikailag is vert az összes többi ellenfelét. Több mint 200 oldalas választási programjuk a legrészletesebb és a legkidolgozottabb volt a mezőnyben. Egy olyan zöld gazdaság létrehozását célozza Magyarországon, amelyik növeli a foglalkoztatást, csökkenti az élő munkára neheződő járulékokat és adókat, és ehelyett a fogyasztási típusú adókat, illetve elsősorban a környezet szennyezést, illetve az erőforrás használatot terhelő adókat vezetnénk be. A választók számára viszont mindez csak annyit mondott, hogy van egy fiatal csapat, aki nem korrupt, és tudja, mit beszél. Tehát lehet más a politika. És mivel figyeltek rá, hogy az értékszintézés minden lábán járjanak, tehát baloldali, liberális és konzervatív üzenetekkel is dolgozzanak, ezért mindenki megtalálta azt, ami hozzá közel áll, anélkül, hogy valójában értette volna, hogy mi is az az LMP. Hogy is értették volna a választók, amikor a saját képviselőjelöltjeik némelyike is csak odáig jutott, hogy az LMP végre változtat majd ezen a szaron, amiben élünk? Én azt gondolom, hogy az LMP egy alap dolgot csinál. Megalapoz egy olyan lelki fordulatot, vagy lelki paradigmaváltást, egy mentális paradigmaváltást, ami nélkül az ország szerintem a veszélybe fog futni. Tehát, hogyha ez nem fordul meg, ez a pessimista, nyafogó, gyűlölködő, negativista, egymás ellen harcoló ország, akkor nagyon nagy baj. Azért fantasztikus dolog az LMP, mert összeállnak emberek, és azt mondják, hogy álljunk le erről a rossz, negatív attitűdről, amiben benne van. Összefoglalva az irodalmi gondolatmenetet, az LMP valami jót akar az eddigi rossz helyett. De ez egyelőre elég volt, mert ezt a jót nagyon hitelesen és meggyőzően akarták. 2010-ben 7,5%-ot kaptak, amiért akkor 16 mandátum járt nekik. Az, amit elért az LMP, ez egy remény Magyarország számára, hogy igen, lehet tisztességgel politizálni,
Félre lehet dobni azokat a úgynevezett régi igazságokat, hogy a politika eleve romlott, a politikát eleve lejátszák egymás között különböző pénzügyi megfejtők. A választási siker és a kampányhajrá előtte után viszont ismét kiújultak a régi törésvonalak, amelyel ezúttal egy külső visszaesés is együtt járt. Ugyanis hirtelen kipukkadt a lehet más lufi, és belül is, kívül is kezdtek kérdélet megfogalmazódni az LMP-sekben, hogy oké, hogy más, de milyen az a más? Mikor a parlamentbe kerültek és konkrét ügyek megvitatása került a terítékre, és az LMP-s politikusok a számukra érthető és következetes értékszintézés alapján kezdték keverni egymással a baloldali, liberális és konzervatív üzeneteket, akkor abból csak annyi jött át, hogy ezeknek vagy elment a sikertől a mindeneszük és össze-vissza beszélnek, vagy lepaktáltak a másik oldallal. És ugyanez játszódott le a párton belül is. Az úgynevezett budapesti vidéki törésvonal két oldaláról ömlöttek a vádak, hogy az egyik nem elég kritikus a Fidesszel, a másik meg túl barátkozós az MSZP-vel. Szóval a kuruc-labant szembenállást egyre kevésbé kellett keresgélni a pártban. A frakcióban ráadásul a budapestiek kerültek többségbe, így ők kaptak fizetést, voltak tanácsadói, kutatóik, média szerepléseik. Míg a kívülreket vidékiek küzdöttek a kampányban minden erőforrását kimerítő pártszervezettel. Így a párt kezdett kettészakadni a frakcióra és a párt legfőbb irányítótestületére, a választmányra. Ez a konfliktus és a választói kiábrándulás meg is mutatkozott az önkormányzati választások kampányában, ahol sikerült minden idők legszörnyűségesebb LMP kampányfilmjét összehozni. Na mindent azért én se szopok be. Apró betűs megjegyzés, aki esetleg fölismerte a klippen látható mutogatós bácsit, ne a rendőrséget hívja, hanem vigaszdíjként az úriember odaadó önfeláldozásáért támogassa a kettős mércét. Aki pedig nem ismerte föl, annak elmondom, hogy a kettős mércét támogatni nem kell félnetek, jó lesz. Már csak azért is, hogy nehogy úgy járjanak, mint az LMP a 2010-es önkormányzati választásokon, ahol az összes szavazat mindössze 1,21%-át tudták elnyerni, ami egész pontosan kemény 54 darab mandátumot ért nekik az egész ország összes településének és megyének összes közgyűlésében. Ennek ellenére a parlamentben, a frakcióban hatalmas erőbedobással és lelkesedéssel látott a törvénykezési munkának a 16 bejutott LMP-s képviselő. Aktívak voltak a bizottságokban, gyártották a módosítókat nívósan és keményen vitatkoztak a plenáris üléseken. Az országgyűlés legaktívabb, legigényesebb és legattraktívabb képviselői voltak. Schiffer András a pofátlan alkotmányozási folyamat és az összehányt új alaptörvény legékes szólóbb és legfölkészültebb kritikusaként szerepelt. Az önök pártszövetsége nem hajlandó hozzányúlni az alaptörvényhez azért, hogy az emberek szociális biztonsághoz való joga deklarálva legyen, de hajlandó hozzányúlni akkor, hogyha az önök hatalmi érdekeiről van szó. Ha úgy tetszik, a nemzeti együttműködés rendszere előrelátó, hiszen olyan jogszabályokat is módosít, amik adott esetben még besincsenek terjesztve. Szabó Tímia az emberi jogok legharcosabb védelmezője, legyen szó a szervrendőrség vajdasági magyarokkal való túlkapásairól, vagy a kettős állampolgársághoz való jutás egyenlőtlenség. Vagy az otthonszülés arcává vált Geréb Ágnes magyar rendőrség általi megkurcolásáról, amikről persze a magyar közélet nem igazán érti, hogy hogyan is jönnek össze. Sajnálatos módon Orbán Viktor úgy tűnik erről nem hallott, de nem baj, mert ha kell, minden héten emlékeztetjük rá, hogy még az alaptörvény heti szintű szabásvarrásával sem tudja az emberi jogokat kiradírozni a magyar jogrendből. Szabó Rebeka a földpályázatok visszásságainak és a narancs oligarchák fölhízásának fáradhatatlan kutatója és föltárója. Miniszterelnök úr, szeretném megkérdezni, hogyan tud ön tükörbe nézni, amikor becsapta azokat a vidéki embereket, akiknek a kétharmados többségét köszönheti? Mit mondana például azoknak a családoknak, akik azért nem kaphattak földet, mert az ön jó barátjának és futballakadémiája elnökének, Mészáros Lőrincnek volt rá szüksége? Karácsony Gergely szájából pedig először hangzik el a Magyarországgyűlésben Simics Kalajos neve. Tisztelt miniszterelnök úr, ön 2 évvel ezelőtt a választások éjszakáján
azt mondta, hogy a választópolgárok Magyarországon megdöntötték az oligarchák rendszerét és kezükbe vették a hatalmat. Én aztán később a kormányprogram vitájában arról kérdeztem önt, hogy erről a fejleményről tájékoztatta egykori szobatársát Simics Kalajost, akit nagyon sokan a Fidesz fontos gazdasági háttéremberének tartottak, és ön erre azt válaszolta, hogy igen, tájékoztatta erről. És azóta eltelt 2 év, és most már ott tartunk, hogy kormánypárti képviselők is azt mondják, hogy újra az oligarchák kezébe került a kormányzás. Mindez valóban dicséretes teljesítmény volt, csak hogy azt nem vették észre, hogy szinte semmi értelme nincs. Hisz a Fidesz magasról tesz arra, hogy mi történik a parlamentben. Azt és úgy tol át a képviselőkön, amit csak akar. Valamint az sem tűnt föl nekik sokáig, hogy miközben a parlamenti szélmalomharcba ölik minden energiájukat, szépen lassan szétesik alattuk a pártjuk. Másfél évbe telt, még összekapták magukat. 2011. december 23-án szinte egyik napról a másikra a Fidesz benyújtott egy törvényjavaslatot az országgyűlés működését meghatározó házszabály módosításáról, amely jelentősen csorbította az ellenzék jogköreit. Ha érdekel, hogy pontosan mi volt ebben az intézkedéscsomagban, arról ebben az adásban beszéltem bővebben. Olyan házszabálymódosításról fognak szavazni, ami több évtizede példátlan módon letöri az ellenzéki jogokat. Orbán Viktor uralkodni akar, mivel kormányozni nem tud. A módosítással a stréberségükbe belevakult LMP-s képviselők számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos, konstruktív ellenzékiség szerepe nemcsak hogy értelmetlen, de lassan, szánalmasan nevetséges is lesz. Szóval úgy döntöttek, visszatérnek akcionista gyökereikhez. Délelőtt a parlament bejárataihoz láncolták magukat LMP-s képviselők és szimpatizánsaik, hogy így akadályozzák meg az országgyűlés ülésére érkezők bejutását. Más eszközünk nincs, mint hogy megpróbáljuk megakadályozni a képviselők bejutását a parlamentbe. A parlament előtt rendőrök vittek el a Kossuth téről LMP-s képviselőket és Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt. A rendőrök fémvágóval vágták el a láncokat, és több képviselőt is letepertek. Az országházból távozó MSZP frakció ekkor jelentette be, hogy csatlakoznak a tüntetőkhöz. Végül csak nem az egész szocialista frakciót elvitték a rendőrök, szintén a Gyorskocsi utcába. Ami láthatólag annyira jól sikerült, hogy még a mainstream. Jó van, na, még a mainstream pártok is megtalálták magukban a nagy ráncolhatnékot, és a maguk szánalmas módján próbálták lenyúlni az LMP-től a sót. Délutánra estére még egy tüntetést is összehozott az LMP pár óra alatt a szimpatizánsaiból. Több ezren gyűltek össze a Kossuth téren. A párt történetének csúcspontját érte 2011. december 23-án, sőt, az LMP aznap még egy fontos tanulsággal gazdagította a magyar közélet egészét. Bekerült a köztudatba, hogy mindig van eszköz az ellenállásra, és hogy a Fidesz ellen a hagyományos módszereknek mostantól semmi értelme. Másfél éve ültem be a parlamentbe azért, mert hiszek abban, hogy kemény munkával, szorgalommal és kitartással lehet más a politika. Ma arra kényszerültem, hogy törvényt sértve a testemmel védjem a demokráciát. Fegyelem helyett jöjjön a szeretet és az összefogás. Hazugság ellen az igazság. Az uraknak adott felhatalmazás helyett pedig a passzív ellenállás. Rögzítsük, hogy mindezt 5 évvel ezelőtt mondta el Kaufer Virág, azóta is csak kevesetnek sikerült komolyan vennie. A sikert követően, ahogy azt már megszokhattuk ezeknél a zöldeknél, ismét pofára esés következett. Ugyanis a Fidesz a házszabály módosítással együtt a választási törvényt is módosította, és létrejött az a ma is érvényes választási rendszer, amely összefogásra kényszeríti az ellenzéki pártokat. Ez halaszthatatlanná tette, hogy a párt 2012. januári kongresszusa hivatalos határozatot hozzon a többi párttal való összefogás lehetőségeiről. A párt ekkora már végletesen kétosztatú volt. Újbalos versus mélyzöld, Budapest versus vidék, frakció versus választmány, és ez dominálta le akkor egy szintén régen meglévő kísértetként lappangó fantomkonfliktus, liberális versus antiliberális. Az LMP konzervatív zöld szárnyától mindig az emberi jogok kérdése állt a legtávolabb, amit sokan belvárosi, nagykörúton belüli, liberális, úri huncutságnak tartottak, és folyamatos volt a gyanakvás az újbalos szárnyal szemben, hogy új SZDSZ-t akarnak csinálni a pártból. Siffer Andrást, a szélsőbalos emberi jogi ügyvédet végeredményben
ez kapcsolta a vidéki szárnyhoz, mivel egykori pártársai szerint zsigeri gyűlöletet táplált az egykori SDS és értelmiségi holdudvara a hiszteroliberális lipótvárosi rettegők ellen, és elképzelhetetlenek tartott velük bármiféle együttműködést. Zárójelben jegyzem meg, a Fidesz és az LMP egyetfejlődésében nagyon sok párhuzamos momentum felfedezhető, zárójelbe zárva. És igen, például ez az egyik párhuzamos momentum, a liberális fóbia, ami pártszakadáshoz vezet. Viszont van egy másik fontos, kicsit bonyolultabb párhuzam is a Fidesz és az LMP első ciklusa között. Mindkét pártnál a parlament való első bekerülések után átalakultak a közélet törésvonalai, és az, hogy ezekre a megváltozott viszonyokra hogyan reagáljanak, mindkét pártban konfliktushoz, majd szakadáshoz vezetett. Az LMP 2010-ben mindkét nagy rendszerpárt ellenfeleként, radikálisan demokrata pártként indult a választásokon, és ezt a politikát kívánta folytatni a parlamentben is. Azáltal viszont, hogy a Fidesz fölrúgta a demokratikus jogállami normákat, és erősen autoritár irányba mozdult el, átrajzolta az erővonalakat. Egyesek számára az volt a lényeg, hogy megőrizzék a mindkét oldalt kritizáló értékszintézés politikáját. Sokatnak viszont a demokrácia kereteit összetörő Fidesz leváltása fontosabbá vált, mint a technokrata álbaloldal iránt érzett ellenszenvük. Szóval bármennyire is igyekeztek meghaladni a magyar politikát mérgező kiúttalan szekértábor harcokat, végül ők is odakényszerültek, hogy az lenne a legfontosabb kérdésük, Orbán vagy Gyurcsány a nagyobb gonosz. Nem hagyom ki ezt az ígyszert, hogyha már így föltette ezt a kérdést, hogy lehet-e más a politika. A politika történet azt mutatja, hogy nem lehet. Egyébként rendszerellenes hagyományos zöld pártok azok kifinktak. Bocsánatot kérek a táborhoz nyakkendő nélkül illő megjegyzésért. Tehát nem lehet a politika más. Ez föloldhatatlan ellentét volt, a frontvonalak megmeredtek a pártban, a megosztás majdnem 50-50% volt, de kicsivel mindig győztek a gyurcsánygyűlölők az Orbán utálókon. 2012 nyarán még mutatkozott egy esély a szövetség kötése a Millával és a 4K-val, amely idővel majd az MSZP-vel egyenlő ellenzéki partnerként léphetne föl a 2014-es választásokon, és egy ilyen szövetség mögé az LMP teljes tagsága oda tudott volna helyjel közzel állni. De ennek betett 2012. október 23-a, amikor a későbbi PMS-ek többszöri kérése ellenére Bajnai Gordon fölállt a Milla színpadára, és elmondta beszédét. A hazánk megint olyan hely lett, ahol politizálnia kell annak is, aki csak egyszerűen polgár, civil akart lenni. Politizálnom kell nekem is. Nem kell, egyszer már eltakarodtál, többet már tényleg nem kérünk belőled. A Millából, a Szolidaritásból és Bajnai Alapítványából, a Haza és Haladásból megszületett a nagy reménység, az Együtt 2014 szövetség, amely után a kész helyzet elé állította az LMP-t. Jöttök, vagy ti lesztek a felelősek a második Fidesz kétharmadért. Egyértelmű volt, hogy Bajnaira ugyanúgy nem lesz az LMP válasza, mint ahogy az MSZP-re. És a helyzetet nem segítette, hogy a média és a hiszteroliberális értelmiség felől is egyre nagyobb volt a nyomás. Muszáj volt dönteni. Szavaztak az összefogásról egyszer, elutasították. Szavaztak róla még egyszer, elutasították. Szavaztak róla harmadszor, harmadszor már nem szavaztak. Amikor 2013. januárjában a párt kongresszusa ismét elutasította az együttműködést a Schiffer András szavaival, Komprádor burzsoázia legfőbb magyarországi szálláscsinálójával, és Bajnai Gordonnal, akkor az a 8 országgyűlési képviselő és körülbelül 120 tag, akik már tervezték az új pártjukat, még aznap kiléptek az LMP-ből, és megalakították a Párbeszéd Magyarországért. Ott. Innentől kezdve már mindkét utódpárt sorsa a vergődés volt, és más nem is lehetett. A PM bár föloldva a zöld mozgalmak történetét végig kísérő újbalos konzervatív megosztottságot deklaráltan újbaloldali zöld pártként alakult meg, de ezeknek az értékeknek a képviseletére esélye sem lehetett Bajnaik, Mesterházik, Gyurcsányok és Unikumok között,
és már a szinte már nem is létezik. Az LMP pedig a minden más politikai szereplőtől való görcsös elzárkózásával és a kényszeres, pont a két oldal közötti középhez ragaszkodó politikájával pedig ma ugyanott tart, mint 4 éve, és semmilyen perspektívája nincs a fejlődésre. Egyik párt sem tudta elérni, hogy a magyar közéletben értett és elfogadott legyen a zöld és az ökopolitika. De erről hallgassuk meg inkább ökopolitikai szakértőnket. 15-ször mondom el, de el fogom mondani minden nap. Ma a nagy zöld mozgalmakat nézed, akár itt Európában, azt látjuk, hogy aki zöld, sőt, ha minél zöldebb, sötét zöld, annál liberálisabb és annál nagyobb hív a globalizációnak. Hogy ennyire nem sikerült megértetni azt, hogy mi az, hogy ökopolitika, az még akkor is gáz, ha az, aki ezt nem érti, az történetesen Bajer Zsolt, akitől nyilvánvalóan semmifajta megértést nem is szabad remélnünk. Sokan sok mindenben keresik az LMP kudarcának okát. A zöld mozgalmak megosztottságában, abban, hogy féltek elköteleződni az alakulásnál egy újbalos irány mellett, a bázisdemokratikus működés alkalmatlanságában, Schiffer András hatalommániájában, frusztrációiban és fafejűségében, az úgynevezett vidékiek korlátoltságában, az úgynevezett pestiek pökhendiségében, az ideológiájuk tisztázatlanságában, a taktoborzás félre sikerültében, a többi ellenzéki párt, a média és civil szervezetek ellenségességében, a Fidesz gátlástalanságában és még hosszan lehetne sorolni, egy valami biztos. Nem tudtak új pólust teremteni a politikában, nem tudtak kiszabadulni a meghaladni kívánt vitákból. Talán pont azért, mert túlságosan ennek a meghaladására próbálták fölfűzni egyébként új értékes és támogatható üzeneteiket és politikájukat. És esélyes, hogy ebben már eleve kódolva volt, hogy egyszer majd visszarántja őket a mocsár, és ugyanazt a vitát lesznek kénytelenek folytatni, amit 1000 éve Koppány és Szent István, hogy ki a nagyobb szar, Gyurcsány vagy Orbán. Zárásként az új reménységhez, a Momentum mozgalomhoz fogok fordulni, akik hasonlóképp azzal az üzenettel bontanak most zászlót, hogy megkívánják haladni a magyar politikát megbénító szekértáborharcot. Én őszintén nem tudom, hogy hol ment tönkre az LMP, de egy valami biztos. Az értékszintézis és a Kuruc-Labanc ellenállás meghaladása, ami mellett a Bubánat völgyben elkötelezték magukat, nem bírta ki az idő, a belső konfliktusok és a külső nyomások próbáját. Az LMP ráadásul úgy ment tönkre, hogy az értékszintézis nevű kompromisszumra sok éves politikai tapasztalattal, sok korábbi kudarc kielemzése révén és hosszas, átgondolt és tudatos ideológiai viták után jutottak. És maga az eredmény is fölépített, ideológiailag tiszta és első látása vonzó és progresszív, versenyképes politikai projekt volt. Nem látok bele a Momentum belső működésébe, és őszintén kívánom, hogy tévedésben legyek, hogy derüljön ki, rosszul látom azt, amiről azt feltételezem, hogy most is zajlik nálatok. De akármennyi interjút néztem, végig olvastam át a tagjaitoktól, a vezetőségtől, én azt látom, hogy nálatok ez most nincs. Nem látom sem a vitákat, sem ennek az annyira óhajtott meghaladásnak az ideológiai megalapozását, sem egy tiszta víziót arról, hogy ez hogy érhető el. Csak azt a számomra kimondottak ható üzenetet látom, hogy meg kell haladni a konfliktusokat, és új korszak kell a politikában. És ezzel az a baj, hogy ez nem egy új gondolat. Ugyanezt a gittet rágta végig mindenki, mielőtt betagozódott volna a kiúttalan konfliktusokba feszült politikai közegünkbe. Az LMP ideig tudta magát tartani a romboló közeg ellenére is, de csak azért, mert volt ideológiai kapaszkodójuk, az értékszintézis és az ökopolitikai kapaszkodó. És még ez is kevés volt, még így is összeszarozta őket az a fekália tömeg, amit az MSZP és a Fidesz 20 évnyi kitartó munkával összerakott. Ha nem rendelkeztek egy szilárd ideológiai kapaszkodóval, akkor föl fogtok morzsolódni úgy, mint az LMP, vagy hogy egy másik példát hozzak, a Milla. Vagy esetleg egy második Fidesz lesz belőletek, ahol majd jön egy hatalommániás szociopata, akinek a hatalmi gazdasági vállalkozásává váltok. Ne tegyetek így. Jó rátok nézni, jó volt látni a pultjaitokat a városunkban. Ezrek és tízezrek mozdultak meg, mert igen, várjuk, hogy legyen végre lehetőségük a politikai részvételre. Sokan állnak mögöttetek, még többen szimpatizálnak veletek. Megdolgoztatok a mostani sikeretekért, nem csak a nolimpiás kampányotok vérprofi leszervezésével, hanem azzal, hogy hagytatok időt magatoknak az előkészületekre. Most a csúcson vagytok. Most fognak következni a brutál, nehéz hónapok. Az egyetlen esély a főszínen maradásra, ha van egy nagyon erős ideológiai víziód és üzeneted, amibe kapaszkodva túl lehet élni a belső és külső konfliktusokat. A legjobb szándékkal mondom nektek, hogy ezt minél előbb dolgozzátok ki, vagy ha már megvan, akkor ne titkoljátok az Isten szerelmére, mert minden egyes alkalommal össze
karmolom magam, amikor azt látom, hogy elkerítek a lehetőségét, hogy érdemi, politikai állításokat tegyetek a közösségünkről, a hazánkról. Nem kérdés, egy ideig még megkerülhetitek, hogy a legsúlyosabb politikai konfliktusokkal kapcsolatban megnyilvánuljatok, és lehet, hogy az én összekarmolt arcomat még eredménynek is tekintitek, de mindez kevés lesz majd akkor, amikor Gyurcsány, Botka, Molnár Gyula, Heller Ágnes, Konrád György és Kálmán Olga szinkronban rugdossa az ajtótokat, hogyha nem fogtok össze, akkor ti lesztek a felelősök Orbán hatalomra kerüléséért. És erre nem lesz érvényes, hiteles és autonóm válaszotok, össze fogtok roppanni, és ki fogtok égni. Az LMP-ben a ma 30-as, 40-es generáció legígéretesebb tehetségei és erőforrásai már kiégtek és elhasználódtak. Emberek mentek ebben tönkre, sokan olyanok, akiknek sem én, sem senki más a közéletből nem tudja a nevét és nem is fogja soha megtudni. Szépen kérlek benneteket, tegyetek meg mindent azért, hogy ne kövessétek el ugyanezt a mostani 20-as, 30-asokkal. Tartsátok kézben Szabó Tíme a figyelmeztetését, aminek ő már sajnos nem tudott megfelelni. Nem azért facakoltunk itt hosszú ideje, hogy most minden szétessen. Ráadásul éreztük a felelősséget. Ha az a párt, aminek az a neve, hogy lehet más a politika, bebizonyítsa, hogy nem lehet más, akkor generációkra elvágjuk a hitet, hogy itt érdemes közügyekkel foglalkozni. Szóval ne féljetek a karakteres politizálástól, mert a magyar politikában és úgy általában a politikában az emberek nem ebbe szoktak belebukni, hanem épp a karakteres politizálás hiányába. Lekonf most nincs, mert már így is kiszáradt a szám, úgyis tudtok minden fontos információt. A legfontosabb úgyis az, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és kommenteljetek, ha van bármilyen gondolatotok, megszólalásotok, kérdésetek az elhangzottakkal kapcsolatban. Ciao.